Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látják, tartsanak velünk. Székely mesemondó és rajzverseny. Cél a bukovinai székely népmesekincsünk megismertetése. Népművészet mestere, László László zenei öröksége. Bukovinai székely mesemondó és rajzversenyt rendeztek a Baranya vármegyei Székelyszabaron. A verseny célja a gazdag bukovinai székely népmesekincsünk széles körben való megismertetése. 4 korcsoportban lehetett nevezni. A település első alkalommal adott helyet a Kárpát-medencei hagyományőrző rendezvénynek. Sebestyén Ádám gyűjtése, a tükör. Egyszer volt, hó nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s egy Molnár Pál bátaszéki gimnazista 10. éve mond meséket, mindig is kedvelte a bukovinai székely népmeséket. Van a véremben is székelyvér, de az az igazság, hogy a mai világban bukovinai székelyé lehet válni is, fogadott székelynek is lehet lenni, hogyha magunkba szívjuk a kultúrát. Gúj Hanna Csátaljáról érkezett, 3 éve mond meséket, dédi papája székely volt, ezért szeretné megőrizni hagyományaikat. Népviseletét otthon őrzi. Sok tanulsága van, és szerintem jó üzenete van a fiatalságnak. Attól függ, milyen mese, mert lehet, hogy mondjuk a hazugságon kapják az embereket, vagy éppen jól jön neki az emberek a történetből. A Bajai Hetyei Marcell 2. éve mond mesét, Antal Zsolt a felkészítő tanára. Tavaly 3. lettem az országos székely mesemondó versenyen. És én nagyon élvezem egyébként, mert 4 éve táncolok Garán, Zsolti bácsival, és énekelünk is Baján, a tüzet viszek, lángot viszek fordulókon, eddig aranyak voltunk az osztálytársaimmal együtt. Most idén sajnos ezüstöt értünk el, de nagyon örülünk ennek is persze, és továbbá is folytatjuk ezt, és nagyon szeretjük. Mi jobbára tánccal foglalkozunk, úgyhogy nálunk ez a mesemondás egy kiegészítő rész, azt kell mondanom, és ezekből a táncos gyerekekből nőttek ki a mesemondók, és mert a tánchoz azért szövegmondás is hozzátartozik, tehát nekünk ez egy duplán jó alkalom és megmérettetés. A gyerekek felkészítése több módszer szerint zajlik. Van, akit otthon a szülő, nagyszülő készít fel, és illetve van, aki az én osztályomban jár, és akkor a kolléganőm segítségével készítjük fel a gyerekeket, meghallgatjuk a megtanult mesét, de ehhez kell az otthoni munka, az otthoni tanulás, a szülőnek a segítsége, támogatása, úgyhogy mi már a finomításban segítünk, illetve megszervezzük az idevaló eljutást és a versenynek a lehetőségét. Nagyon szeret meséket mondani Csabai Petra, már első osztályos kora óta rendszeresen tanulja a mesemondást. Mindig a nagyszüleimtől, a felmenőimtől hallgattam meg ezeket a meséket, illetve a beszédjüket. Andrásfalváról származnak a felmenőim, illetve ezeket az énekeket, meg meséket még a néptáncsoportomból, a Völcsény néptáncsoportból szerzem. Petra felkészítő tanára Pusztai Istvánné már a saját gyerekeit is felkészítette versenyekre. Ő maga székely származású, hűségesen ápolja identitását. Szívügyemnek tekintem azt, hogy minden évben itt legyünk, és a székely tájnyelvet tovább ápoljuk, a székely hagyományokat, a ruhát, a szokásokat, és most is olyan gyermekeket hoztam, ahol székely származásúak a szülők, nagyszülők, és őket így felfedezem az iskolába, ahogy beszélnek. Most is hoztam 4 gyermeket, én az evangelikus általános iskolában tanítok, Bonyhádon, a Bonyhádi Petőfi Sándor evangelikus általános iskolában, és ott a székely gyermekeket próbálom összefogni, és azok a gyermekek, akik ezeket a meséket mondják, évek óta jönnek velem, és ápoljuk együtt. Nem csak a mese mondással, hanem mondom a tánccal, az énekkel is próbáljuk ezt tovább vinni. Azért is szívügyem, hogy az én saját gyermekeim is ezt vitték tovább, és próbálom a tanítványaim körében is ezt tovább vinni.
nagyon élvezik az én tanítványaim is, amikor meghallgatják ezeket a bukovinai székely népmeséket. Most is, amikor a tanítványaim, akik itt is vannak, mondták a mesét, közben rajzoltuk meg ezeket a gyönyörű rajzokat. Tehát azok alapján születtek a rajzok is. Már 2 éve van ez a székely rajzpályázat is, amit itt mindig a mesemondó versenyek alkalmával zsűriznek, és ezt is nagyon jónak tartom, mert amíg mondjuk a mesét, a többi gyerek megalkotja a szép kis képét, és lesz egy kis világa a székely mesék hagyományok köréből. Találkoztunk Benedek Elek ükunokájával is a bukovinai székely mesemondó versenyen. A tanító tanárnő az egyik pécsi általános iskolában tanít, és hűen őrzi ükapja irodalmi hagyatékát. Nem tiszteletbeli vendégnek érkezett, ő maga is mondott mesét. Legendákat is írt meg, nagyon-nagyon széles egyéniség volt. Én 1976. szeptember 1-e óta tanítok, ez az évem a 48. tanítási év, és én abban a környezetben nőttem föl, ahol mindig csak a mese volt. A szüleim is pedagógusok voltak, és én így az édesanyámnak a foglalkozását, meg az édesapámét választottam, a tanítást, a pedagógiát, és 48 éve csinálom. Mind alsóban, mind felsőben, óvodában is ugyanúgy. Nagyon-nagyon sok-sok végzettséggel rendelkezem, az egész életemet tanítással, tanulással töltöttem el, és a mese volt mindig az, ami számomra a legfontosabb volt. Aztán bekapcsolódtam a Benkei Ildikó által szervezett vasárnapi iskolába is, ahol a Párciumba járok ki, jelen pillanatban a Dévára járok, a Szent Ferenc Alapítványhoz, Böjte Csaba atyához, ahol szintén az irodalmat, a történelmet és a földrajzunkat tanítom. Mesét fogok mondani, akkor tavaly is ugyanígy az iskolánkból tavaly, mert Pécset lakom, és a Pécsi Meszesi Iskolába tanított, és tavaly indítottam a 6 gyermeket a rajzversenyre, abból egy országos különdíjat nyert, én pedig a felnőtt kategóriába indultam, és az idén is, ahogy az iskolánkba megérkezett a verseny fölé fölhívás, így a felnőtt kategóriába jelentkeztem. Rajzversenyre most nem tudtam indítani diákokat, mert pont az erdélyi kiránduláson vannak a gyerekek, mert van egy csere kapcsolata Erdéllyel az én intézményemnek. És a Kóka Rozália néninek a Béka királyfi meséjét fogom majd elmesélni. Az öreg király szent áldásukat adta rájuk, megtartották a lakodalmat. De olyan zenevona volt, hogy innentől odáig elhallatszott. A verseny célja volt a gyönyörű, páratlanul gazdag bukovinai székely népmesekincsünk széles körben való megismertetése, éltetése, az élő mesemondás gyakorlatának megőrzése, továbbadása. Bukovinai székely tájnyelvünk, tájszavaink tudatos használatának szorgalmazása. Sebestyén Ádám áldozatos mesegyűjtő munkásságának megismertetése, megbecsülése. Első, amit figyelünk, hogy a meseválasztás, ebben azt értjük, hogy illik-e a gyermek egyéniségéhez. A hossza a mesének vajon nem haladja el meg a teljesítő képességét, tehát picike gyerek ne mondjon nagy hosszú mesét. A másik szempont a beszéd, ezen természetesen minden nyelvi hibát szeretnénk kizárni, sejpesség, hadarás, stb. És harmadik szempont pedig az előadás, úgymond előadás, hogy képes azt a mesét életre kelteni. De még emellett is nézzük, hogy hogy öltözött fel az a gyermek erre a ünnepi alkalomra. Hát aztán lehetne részletezni attól függ, hogy hányadikos a gyerek, hány éves, mert a piciket túlságosan szeretnénk, hogyha tájszólásunkat valahogy visszavarázsolnák a fiatalok, ezért azt is nézzük, hogy milyen tájszavakat használ, vagy pedig azt, hogy érti-e azt, amit mond, mert olyan is előfordul, hogy
sok szép, izgalmas tájszót kiválogatnak, meg is tanulja a gyerek, csak nem tudja, hogy mit jelent. Hát, meg hát egyáltalán az őszbenyomás. Mert van, aki olyan tökéletesen elmondja, mint egy gép, és mégse képes a szívünkben érzelmeket támasztani. Volt egyszer egy szegény ember, meg a feleségem, hát azok olyan szegények voltak, hogy hó volt, mit főzzenek, só nem volt. Isten eljárogatott az erdőre pátválni, s ahol kereste a kenyerét. A legkisebbektől egészen a felnőtt korosztályig szólt a megmérettetés a mesemondó versenyen. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége és a Székely-Szabari Székelykör közösen szervezte a hagyományőrző kulturális eseményt immár 27. alkalommal. Székely-Szabar az 2 éve kapcsolódott, és arra gondoltam, disznóvágásra hívtak meg januárba, hogy láttam, hogy egy kialakulóban lévő közösségről lévő szó, hogy egy olyan rendezvényt kellene talán rendezni, ami még inkább segíteni a közösség összefogását, hiszen a munka az mindig egyfajta összefogást is eredményez, és én úgy látom, hogy sikerrel is járt ez az elképzelés, hiszen tényleg egy jó kis csoport alakulóban van, és bízom benne, hogy ugye a különböző programjainkból bekapcsolódva, így újra beindul itt egyfajta ilyen kulturális élet, ami nagyon köszönök az itteni elnök úrnak, hiszen nem kis munka egy közösséget létrehozni, és azt programmal ellátni, úgyhogy ehhez viszont mi is szeretnénk kapcsolódni és támogatni. A szegény asszony nem tudta, mi az, belinézett, s hát lássa, hogy egy asszon van benne. Elöntötte a pulyka méreg. Na most én már tudom, ezért járogat olyan sűrlinde fel az emberem. Nézegeti a szereteit. Alig várta, hogy hazaérjen az embere. Fiatal egyesület a Székely-Szabari Székelykör. A vendéglátás és a helyszín biztosítása az ő feladatuk. 2019-ben alakultunk, ugye akkor pont jött a Covid, akkor minden leállt. Most próbálunk bekapcsolódni ennek az egésznek a vérkeringésébe, ezért gondoltuk, hogy egy ilyen rendezvényt szeretnénk mi is megrendezni. Első rendezvény, nagyon izgulunk, remélem jól fog sikerülni. A mesemondó versenyekkel egy időben rendezett gyermekrajz kiállításnak sok éves hagyománya van. A tavalyi évtől a Sebestyén Ádám mesemondó verseny része a rajzverseny, és az elkészült rajzokat a Bukovina Fesztiválon is kiállítják, ezzel színesítve a fesztivál programját. És annak volt 3 erőszép leánya. Olyan szépek voltak, tudjátok-e, hogy a napra lehetett volna nézni, de reik nem. De az volt a baj, hogy mindegyiknek volt egy kicsi hibája. Az egyik egy kicsit pösze volt. Annak régebben úgy mondták, hogy csepű nyelvű. A másik egy kicsit rövidlátó volt. Annak régebben úgy mondták, 1980-ban kapta meg a népművészet mestere elismerést, melyet több másik követett, mint például Tolna megye szólistája, 1996-ban Sebestyén Ádám díjjal tüntették ki. A 2015-ben elhunyt László László zenei örökségét idéztük fel családjával, barátaival. László László legfiatalabb fia elmondta, hogy nagy felelősség egy ilyen gazdag zenei örökséget gondozni. Próbáljuk vinni az örökséget a papa után. László Lázár alapított egy együttest, hogy életben tartsa édesapja és a bukovinai székely ritmusokat. Ugye a nagypapa, az én papám Jóska papa, az még nagyobb, jobb hegedűs volt. Ő azt mondta. Azt mondja, fiam, a fater úgy mondta. Fater az még jobb hegedűs volt, azt mondja. Csak sajnos, azt mondja, amikor a Szucsáván jöttek át, biztos, hogy ti is elmesélte. És a papa az box csizmába volt. És a többiek meg egy száraz papucs, vagy bocskor, mit tudom én is. Ő kellett cipelje át, hogy ne ázzon el a lábuk. Ugye a csizma az ilyen, majdnem ide, fölérte. És akkor tüdőgyulladást kapott. A papát mondom, a apámnak az apját is. És 2 hét is meghalt. Ja, szóval így írt az ő. De ő tőle tanult elsősorban.
hegedűt gyerekkorában. Tehát naturista volt teljesen. Ő valóban kottát nem ismert. Én már nekem már azért meg kellett tanulnom, mert azért szígyeltem volna, hogy ne tudjak valamit a kottai anyagból. És akkor, de én is nagyon szeretek kagylózni, úgymond. 62-ben Kodály Zoltán lejött, mert ugye gyűjtött keményen, és akkor mondta, Lacikám, felviszlek Pestre, és úriembert Varagóbel, biztos nektek mesélt ezt. És akkor adott is egy fényképet, Zoli bácsi őrizte mindig, hát úgymond példaképe volt neki. Zoli bácsi sokszor hívott, azt mondja, de hogy hagyjam itt, Zoli bácsi, hogy hagyjam itt, már a földek ki voltak akkor már osztva. Már meg volt születve két gyerek. És akkor mindig morogtam, mondom, el kellett volna fogadd ezt. Tehát ez ő sorsa volt ez. Ő sokat járt a doktoroknak muzsikálni hegedűvel. Tudom, milyen bulikba és akkor mondom neki, hogy papa, mit kérnek ott? Hát ott általában hallgató nótákat kértek legtöbbet. És akkor mondja, hogy hát mindenfélét, még ilyen búcsúztató hasonló, anyám édes, anyám dallal köszönöm, ismeritek. De sok mindent, és akkor nem papa, mit csinálsz, mikor nem tudod azt a nótát? Azt mondja, fiam, elénekeltetem vele. Egyszer, kétszer. Olyan jó hallása volt neki, hogy iszonyatos. Jó kagylói voltak. És akkor már meg is fogta a dolgot. A nagybácsim volt a kontrás. És lebetegedett is, azt mondja, fiam, gyere, gyakoroljunk, mert te kell, gyere. Színház, pécsi. Jaj, Istenem, mondom, hát mi lesz ott? Én kagylózni tudtam csak, és akkor hát előadtunk egy-két számot, ilyen URH mikrofonok voltak leengedve, és hát bizony mellé-mellé csusszant az ujjam, és akkor az újságíró csak annyit jelölt neki, hogy hát azt mondja, egy kissé, azt mondja, nem jut eszembe az a szó, egy kissé minőségi problémák voltak. Na, akkor az újság lehozta, jaj, mondom, el kell dugni, ne lássa senki. Vannak úgy fantasztikus zenészek, hogy hihetetlen nagy virtuózok, és a hangszeres tudás csimbora szóján állnak. Aztán vannak azok a zenészek, akik nagyon intuitív muzsikusok, és át tudják adni. Nagyon-nagyon át tudják adni, ha nem is fönn vannak a csúcson, hanem arra felé tartanak, át tudják azt adni hangulatban, kedvben. Egyébként a jó zenész az mindig csibész. Laci bácsi is az volt. Volt már közel 60 éves, vagy nagyjából annyi, amikor én megismertem. Hát lélekben szerintem olyan 27-28 esztendős volt. Tehát alig volt idősebb lélekben, mint én akkor, és ő ilyen volt. Úgy ragadt át róla a jó kedve, a hangulat a táncosokra, a zenészekre, azaz ránk, a közönségre, hogy fantasztikus. És ez nem kellett Yehudi Menuhin szinten muzsikálni egyáltalán, szívből. És két hangszerességről annyit, hogy ez általában az első világháború után az egész volt monarchiában, Bukovinától az őrségig, ez egy jelenség volt, hogy ugye ahogy feloszlott a hadsereg, véget ért az első világháború, ugyanúgy szélnek eresztették nem csak a katonákat, hanem a katonazenészeket is. És azok vitték magukkal a hangszereiket, ki Körmendre, ki nem tudom én Isten segítsre, ki meg nem tudom Belgrádba, ki honnan jött. Vitték haza a hangszereket, és más fölállásban a falubeliekkel, városbeliekkel találkoztak, ott voltak a hangszerek, és ha ugyan ők nem is fúvosok voltak, de hát a hangszer ott van, igény a zenére mindig van, hát akkor vegyük kézbe, azaz szájba, ugye hát a
katonaság lefúvós zenekarok voltak, és ha valaki hegedűs volt, brácsás volt, bőgős volt, cimbalmos volt, akkor is akadt a kezébe egy klarinét, egy trombita, egy tuba, bármi, és hát aki zenész vér, az pillanatok alatt át tudta venni, és így alakult ki. Nagyon érdekesek lehetek a vegyes formációk, ahol mondjuk hegedű is volt, meg bőgő is, meg még fúvós is, ezek bort, dob, ezek nagyon érdekes formációk lehetek, én ilyet nem igazán hallottam, bár Laci bácsitól tudom, hogy volt ilyen is. Tehát ez akkoriban egy ilyen rendszerváltás volt a zenészek között, és így lett Laci bácsi is, eredetileg ugye az édesapjától tanulta a hegedűt, de hát aztán ott voltak a fúvós hangszerek, igény volt rá, mert ugye nem baj, hogyha hangos az a zenekar, és nem csak egy hegedű brácsa bőgő szól, és így lett ő aztán trombitás is, legalább annyira, mint amennyire hegedűs. Hát kapóra jött, hogy itt közelben vagyunk Bonyhádon, és akkor így kerültünk kapcsolatba. Meg hát, ahogy Gábor is említette, a Várajai Táncjegyüttest már akkor kísértük, és akkor így kerültünk kapcsolatba az izményi Székely Táncjegyüttessel. És hát ezzel együtt László Laci bácsi, vagy hát ahogy akkor mondták, hogy az öreg prímás az a Ketszer László. Hát én akkor gondolkodtam, Ketszer László, hát ez ilyen németesen hangzik ez a név, de aztán kiderült, hogy ez tulajdonképpen a Kétszer Lászlónak a székelyesen kiejtett változata. Emlékszem rá, hogy a 90. születésnapján még itt voltunk, itt Zümbe a kocsmában, ott egy jót bulisztunk, akkor még a Laci bácsi teljesen jó paszba volt, ő is velünk együtt hegedült, mulatott, és hát annyi volt a probléma, hogy hát a hallása már egy kicsit kezdett kopni, és bizonyos frekvenciákat nem hallott, és ezért állandóan túl feszítette az áhúrt a hegedűn, és folyton elszakadt szegénynek az áhúrja, úgyhogy hogy nem győztük pótolni. Jöttem a Laci bácsihoz is, és egyszer hoztam egy üveg bort, mondom, hogy egy kis vidám nap legyen, aztán hát úgy borozgatott ő, mert ugye én vezettem, és akkor mondtam, hogy Laci bácsi, mondom, hogy most játsszuk el a nótáját. Hát Tivikém azt mondja, én nagyon sok nótát ismerek, és amit én ismerek, az mind az enyém. De ezt a fajta zenélést és ezt a fajta értéket, amit ő hordozott magába, mindenképpen javasolnám a fiatalok részére, hiszen sokszor azt látom, hogy tapogatózás van. Sok stílust próbálnak, és ahogy a Laci is említette, mindenképpen az eredetét, tehát azokat az értékeket kéne keresni ebbe is, és ugyanúgy a táncba is, ami tényleg a kincsünk. Illés Tibor kihangsúlyozta, hogy a fiataloknak nagyon fontos lenne a bukovinai székely gyökerekhez visszanyúlni, és azokat életben tartani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látták. Viszontlátásra!